de előbb fizes! Itt az új lambó, és nem villany, illetve égetéssel a széndiokszid ellen a Fordnál dupla örömrudakkal kényeztet a Hyundai. Viszlát, drága Stinger és a Restly. 2023. március 8-a van, szerda, én Karotta vagyok, és ez itt a TC Híradó. Sziasztok! Durva egy vidám híradót egy nagyon nyomasztó, disztópikus hírrel kezdeni, de képzeljétek el, hogy hazafelé vezettek, hátatok mögött két éves gyermeketek Volkswagen SUV-tekben, amikor, pont amikor megérkeztek odahaza a ház elé, és fölkanyarodtok a galás feljáróra, épp csak feltűnik, hogy mintha mögöttetek megállt volna egy BMW is. De igazából kifigyel az ilyen részletekre, a gyerek éppen ordít, tennivalók lennének, kiszállsz, kinyitnád a hátsó ajtót, hogy kivedd a gyermeket, de ezen a ponton az a rossz arcú férfi, aki kivágódott a mögötted lévő BMW-ből, leteper, a földre lök, hiszen te egy anyuka vagy, egy vételen anyuka, bevágódik az autódba, és elhajt vele úgy, hogy közben még át is megy a lábaidon. És te ott fetrengsz fájó lábakkal a földön úgy, hogy elrabolták a gyerekedet és az autódat. Előveszed a mobiltelefont, tárcázott Magyarországon a 112-t, az Egyesült Államokban a 911-et, ahol fölveszi a diszpécser, küld érted egy mentőt, és szól a rendőrségnek. A rendőrség pedig mit csinál, mert értelmes, megpróbálja megtudni, hogy hol van az autó benne a csecsemőddel. Úgyhogy szól a Volkswagennek, amelynek van egy Carnet nevű telematikai rendszere, Többek között pontosan ilyen digitális szolgáltatásokkal, hogy ők is tudják, hogy hol vannak a vadonatúj új Volkswagenek. Szóval felhívja a központot a serif, fölveszi az ügyintéző a telefont, majd a következőt mondja. Sajnos a jármű udvariassági próbaidőszaka a távoli hozzáférési szolgáltatáshoz lejárt. 150 dollár fejében tudjuk újra aktiválni, és ebben az esetben megkapják az SUV jelenlegi tartózkodási helyét. A serif ezen a ponton némileg kikelve magából elmesélte, hogy élethalál kérdése egy elrabolt autó és egy csecsemő, amit meg kéne találni, de azonnal. A nyomozó gyakorlatilag könyörgött az ügyintézőnek. Tudatta velük, hogy ez élethalál kérdése, mondta Christopher Covelli, a légmegyei serif hivatalának helyettes vezetője a The Washington Postnak ebben a tök igaz történetben, amit éppen felolvasok nektek. Ezek után is kötötte az ebet a karóhoz, viszont a volkswagen és ügyintéző, hogy nem, már pedig 150 dollár befizetéséig ő nem adhatja ki az információt, hiszen a szolgáltatás jelenleg nem él, az udvariassági próbaidőszak lejárt, és a biznisz az ugye biznisz, akárhogy is nézzük. A gyermek végül meglett, de nem a Volkswagen kárnetjének közbenjárásával, hanem azért, mert egy szemtanú bejelentette, hogy egy közéli bevásárlóközpont parkolójában gyanús módon kiraktak egy csecsemőt egy autóból, majd az autóval elhajtottak, és aztán később előkerült az autó is. Ha itt tetszik, van némi happy end. Ugyanakkor... Már megint ott tartunk, hogy nagyon furcsa irányba megy a világ ezekkel az érdekes húzásokkal. A Volkswagen egyébként azt mondja, hogy természetesen van vészhelyzeti protokolljuk arra az esetre, amikor a rendőrségnek vagy valami egyéb szervnek kell átadni információt, de attól eltért az ügyintéző, ami nagyon helytelen, és már rajta vannak, hogy ez soha többet ne fordulhasson elő. És egyébként az a tény, hogy vigyáznak az adatainkra, viszonylag érthető, nyilván azt senki se szeretné, hogyha egy random telefonbetyárnak átadnák a jelenlegi tartózkodási helyét, csak azért, mert az illető ügyesen elváltoztatott hangon mutatkozott be, úgy, mint egy rendőr és rátki ki valami kamu bűnügyet. Szóval értjük, miért történt, és ezzel együtt rohadt nyomasztó. De most végre valami kevésbé nyomasztó jövőképpel vagy jelenképpel foglalkozunk. A Lamborghini nagyon régóta egyet jelentett a szükségtelenül nagy és erős és hangos V12-es motorokkal. Igen, tudom, vannak V8-as lamborghini is, de azért a Lamborghini az a V12. Sőt, 50 éven keresztül tulajdonképpen a Bizarréni tervezte, nagy V12 határozta meg a. Lamborghini. -t. A Murszé igaz az volt a legelső Lamborghini-tól kezdve. Ez az a motor, amivel kapcsolatban él az az anekdota, hogy Ferruccio Lamborghini állítólag azt mondta bizzarini hogy minden egyes lóerőért, amivel erősebb lesz, mint a kurens V12-es Ferrari, azért extra pénzt fog neki fizetni, bónuszt. Az első konstrukció egy legenda volt, a köztes modellt majd nyilván elfelejtjük, bár az is nagyon jó, és erre megint emlékezni fogunk, mert jó eséllyel ez az utolsó. Ez a motor itt, amit nézegettek, ugyanúgy 12 literes, 6,5 liter, 813 lóerő, 725 Nm, és mindehez, tehát ahhoz, hogy ez egy és fél literes V12, 218 kg. Azért látszik, hogy összességében fejlődget valamelyest a technika így az elmúlt évtizedek során. 9500-as fordulaton jön kiből ez az emlegetett 812 lóerő, ami egyébként nem a teljes rendszer teljesítmény, és ezen a ponton érkezünk meg az elkerülhetetlen fűszeréhez ennek a hírnek, hogy ez egy elektrifikált Lamborghini-be fog kerülni, tehát ez a motor önmagában már nem hajt autót, hanem csak három villanymotorral kiegészítve, amik közül kettő az első kerekeket fogja hajtani, egy viszont egybeépítve a nyolc sebességes DSG váltóval a hátsó kereket. Egyrészt azért, hogy besegítsen, másrészt, hogy elsimítsa például a DSG egyébként is villámgyors váltásai közben azt a Picikek is visszaesést, ugye, amikor a sebességváltás miatt épp csak meg kell szakítani, mostan egy egész kicsit épp csak a gyújtást vagy valami hasonlót, na azt is el lehet simítani. Hogyha pont van egy 110 kW, tehát mondjuk, hogy munkanéven ilyen 140 lóerős erős villanybatorunk 150 nm méterrel, ami ugyanott tud besimítgatni. Na, ilyen motorból van összességében, tehát. 3. Ebből az összrendszer teljesítményt azt hozzávetőlegesen 1000 lóerőnek adja meg a Lamborghini, kicsire nem adunk már ilyen nagy számok mellett. És van egy 3,8 kWh aksi, ami igazából picike, arra jó, hogy így az utcából gondolom ki lehet majd osonni és alapvetően a feladata az, hogy extra teljesítményt lökjön emellé az elhanyagolható 6,5 literes V12-es motor mellé a kisegítő villanymotorok számára. Az egész motor körül tulajdonképpen a legérdekesebb az, hogy 180 fokkal elfordítva került az autóba, vagyis úgy, ami eddig az eleje volt, az most a hátulja. Miért érdekes ez? A Lamborghini-típusnevekben általában szerepelt az LP, és utána egy szám. Utóbbi volt a teljesítmény. Az LP pedig a longitudinale posteriore rövidítése, ami azt jelenti, hogy hosszában hátul. Így volt bennük a motor. A sebességváltó pedig a motor előtt volt, előre felé. azért, hogy a vezető ember alatt itten a két ülés között előre tudjon nyomulni, majd aztán a sebességváltó alatt hátra kellett vinni a hajtást a hátsó kerekekhez. Ez nem egy minden szempontból tökéletes felállás, de a korműszaki színvonalán csodálatosan működött. Az új motor ezzel szemben 180 fokkal el van forgatva, és mögötte van a váltó, és a váltóból aztán sokkal kompaktabban el lehetett helyezni a kihajtást villanymotorostúl. Tehát ez egy korszerűbb és jobb felépítési dolog, amit el is várhatunk ennyi évtized után. És ezért nagy dolog, hogy ez a V12 megmaradt annak, és még mindig benzin hajtja, és ugyan megfordították az ellenkezőjére, és mégis így maradt minden ugyanaz. És hogy mennyire mókás, hogy egy Lamborghini-nek hányad része az a bizonyos régi motor és váltó, azt ez a csodálatos kép illusztrálja, amit Petrány Máté kollégával válvetve túrtunk ki nagy nehezen az internet mélyéről, mert én nagyon régről emlékeztem rá, de az Istennek nem találtam meg. Az ott egy Lamborghini kuntás és egy bácsi aki azt imitálja, hogy annak az autónak a kiemelt motorja és a váltója mekkora hozzá képest és miért amikor valaki benne ül ezek így egymás mellett láthatóak Bazar. Maradunk a szükségtelenül nagy teljesítmény kiaknázásának nehézségeinél, de megérkeztünk az elektromos jelenbe. Egy Ford szabadalomról beszélünk ezúttal, aminek az illusztrálására a Ford a MAC-i -E GT-változatát használta, amiről tudjuk, hogy egy szükségtelenül erős SUV, ami egyébként egy elég kellemes autó. Nekünk volt alkalmunk kipróbálni, mentünk vele, és tök jól működik. A mach e kapcsolatban a legrosszabb, amit elmondhatunk, hogy a vezeték neve Mustang, és ez sokaknak fáj, de valójában ebben a kompaktnál valamivel nagyobb SUV, szabadidőautó, nem is tudom már micsoda, a hobbi elektromos izé, krumpli kategóriában egy nagyon klassz, mondjuk Tesla Model Y vagy Volkswagen ID4 skodányak versenytárs. És amiért ez az egész szabadalom megszületett, az az, mert ugye ez az autó tud feleslegesen erős lenni, és amikor feleslegesen erős, mondjuk a GT változat az 480 lóerő és 800 Nm, azzal akár adott esetben ki lehetne pörgetni a kerekeket is, amiről mondjuk nem tudjuk, hogy mennyire környezetbarát és fenntartható. De idézem a szabadalmat. Elektromos jármű teljesítmény üzemmódja kerekek szándékos kipörgésével a gumiabroncsok felmelegítése érdekében. Erről van itt szó, a gumiabroncsok felmelegítése érdekében, ugye, egy teljesítmény mód. Felmerül a kérdés, hogy miért van erre szükség, és hogy miféle szabadalmat lehet erre kérni. A gumifüstölés elég régóta fel van találva. Egy Mustang tulajdonképpen meg se tud mozdulni, anélkül, hogy gumit füstölni, ez az egész autótípus lényege, legalábbis az eredeti Mustangé. A gubiabroncsok felmelegítéséhez vagy füstöléséhez vezet a vonóerő javítása és a teljesítmény vizuális megjelenítése érdekében. Erről van itt szó, kérem, meg kell jeleníteni vizuálisan a teljesítményt, hiszen hangja a szerencsétlennek nem tud lenni, de ha már valaki kifizetett érte ennyi pénzt, és ilyen feleslegesen erős, akkor legalább vizuálisan jelenítsük meg azt a teljesítményt. Valahogy például egy ismert régi kommunikációs forma, az úgynevezett füstjelek formájában. És képzeljétek, a Mustang GT, és lényegében erről szól a szabadalom, egészen új módon tudja a füstjeleket küldeni, beszélgetni tud az első tengely a hátsó tengelyjel. Ugyanis, amikor bekapcsolod ezt az üzemmódot, akkor a fékekkel megfogja az első tengelyt, hogy nem mozduljon el az autó, padlógáztatsz, füstöli a hátsó kerekeket, majd fölengeded a gázt, és megint megnyomod a féket, és megint megnyomod a gázt, és tudja intelligensen, hogy most a másik oldal jön, és akkor megfogja a hátsó kerekeket, és füstölheted az elsőket. Előbb áltyod, aztán az elsőt vagy fordítva, ahogy szeretnéd. Szegénykém, <köhem> nem szereti a bezártságot. Kizárólag azért, hogy miután vizuálisan megjelenítetted a teljesítményt, utána elő-hátul jól tapadó kerekekkel tudj felgyorsulni pokoli gyorsan százra, vagy negyed mérföldre, vagy valami ilyesmi. Alig várom, hogy valamelyik Váci úti lámpánál megtekinthessük ennek a járműnek a rendeltetészerű használatát majd illegális körülmények között, ami nyilvánvalóan eltemetik majd az áldozatokat, ahogy az általában ilyenkor történni szokott ha rossz humorérzéke rendelkező illető vagy, ezeket ironikusan mondtam, és pont arra céloztam, hogy általában ezek az egyébként mókás, jópofa dolgok nem úgy használódnak föl a valóságban, mint amire a szabadalom során a mérnökök gondoltak. Ettől még, hogy valakik ezen is dolgoznak a Fordnál, az milyen menő már. Más furcsaságot is fog hozni nekünk a jövő. A Hyundai a Prophecy nevű tanulmány autójában bemutatott egy ilyen fura, dupla joystickre emlékeztető vezető megoldást, amiről mindenki azt hitte, hogy igazából nem akarnak vele semmit, de most annak a szabadalmi leírása is megjelent, és kiderült, hogy ez valami, amit igazából komolyan gondolnak. És egyáltalán nem úgy működik, mint én hittem volna az a két joystick-szerű dolog valójában nem joystick abban az értelemben, hogy nem mozog annyi dimenzióban, kevesebb szabadságfoga van, mint egy joysticknek lenni szokott, csak dönteni lehet, és csak a kormányzást váltja ki. Ráadásul mind a kettő kell hozzá, és mind a kettő ugyanazt csinálja. Tehát olyan, mintha két kézzel fognál egy kormánykereket. Fizikai kapcsolat se köztük, se ezek és a kerekek között nincsen. Arra van az egész kitalálva, hogy amikor mégis kell, akkor be lehessen avatkozni egy autóba egy olyan vészkormány vagy pótkormány egy olyan autó számára, amiben egyébként azért nincs igazi kormánykerék, mert a valóságban úgyse fogja használni senki. Ezért kellett kidolgozni ezt a drive-by-wire, tehát drótkormány megoldást, amit nem fogunk a hagyományos használatok hyundai látni, de ha valaha eljutunk a nagyobb részt önvezető autonóm hyundai ott úgy látszik, ha lesz olyan időszak, amikor adnak esélyt arra, hogy időnként átved valamiért az irányítás, hogy olyan helyzet van, itt mondjuk nem tud megoldani az a 5 ötös, ki tudja milyen szintű önvezető rendszer, ezeknek a segítségével fogod. És ezen a ponton el kell mesélnem nektek, hogy Gajdán Miki kollégánk, az évaltója zsűri tagunk, aki kisvártatva elmegy az Ionic 6-nak, vagyis annak az autónak, ami ebből a tanulmányból lett, csak a végleges, az utcai változat, amiben nyilván rendes kormány van, szóval annak megy a valódi sajtó bemutatójára, úgyhogy elküldték neki előre a sajtóanyagot, és most megismerhetitek velem együtt, hogy milyen egy hivatalos sajtóanyag. Az IONIQ 6 tervezése és fejlesztése során arra törekedtünk, hogy olyan járművet alkossunk, amely harmonikusan egészíti ki mindennapi életünket, és amelynek fedélzetén életre kell a bennünk szunnyadó potenciál. Az IONIQ 6 egyedülálló streamliner formavilága az érzelmekben gazdag hatékonyság filozófiáját jelképezi. Az érzelmekben gazdag hatékonyság filozófiáját jelképezi. A belső térben praktikus személyes tér várja az utasokat, ez a tudatos gubó kialakítás, fejlett szolgáltatásaival és innovatív formai megoldásaival minden eddiginél több kényelmet és magasabb használati értéket kínál. Az Ionic 6 semmihez sem fogható egyedülálló formatervét az etikus egyediség esztétikai tematikája határozza meg. <laughs> Nem bírtam. Még egyszer. Az Ionic hat semmihez sem fogható, egyedülálló formatervét az etikus egyediség esztétikai tematikája határozza meg. Milyen mérőjövő, melengető érzést okoz arra gondolni, hogy valakik fizetést kapnak azért, hogy ezt a szöveget kitalálják? Maradunk a koncernél a Kia elbúcsúztatta a Stingert. A Stinger egy nagyon fontos autó volt annak dacára, hogy valószínűleg nem is nagyon láttál forgalomban, annyira keveset adtak el belőle Magyarországon és sajnos a nagyvilágban is, pedig nagyon fontos. Azért fontos, mert ez volt az első olyan Kia, ami a Hyundai Kia konszern magabiztos korszakából származik. Péter Schreier tervezte, Albert Birman hangolta, ő volt a projektgazda, és ezzel próbálták azt kifejezni annak idején, hogy tudunk már olyan autót csinálni, ami élvezetességben, komolyan vehetőségben, grand turizmóságban, nagy limuzinságban, hasonlókban tart ott, mint azok a cégek, ahonnan ezek az emberek, Péter Seyer és Albert Birman ugye az Auditól és a BMW M részlegétől megérkeztek. Ezért volt egy sokkal fontosabb autó annál, mint a hány példányban elfogyott. 2017-ben kezdték árulni, mi is teljesen le voltunk nyűgözve tőle. Igaz, hogy ebben benne volt az is, hogy milyen fantasztikusan jó, ahhoz képest, hogy egy Kia, de igazából nem csak ahhoz képest volt jó, csak attól lett az egész letaglózó, hogy ez az autó úgy viselkedett így, mondjuk a 3,3-as V6-osával, amivel ugye egy ilyen százokat tudott, de nem ez volt a lényeg, hanem nagyon jó volt vezetni úgy általában. És most elmegy. Úgyhogy készülből egy utolsó ezer darabos széria, és ez alatt a szónoklat alatt azokat a képeket nézhettétek, ahogy a Kia elbúcsúztatja az EV6 GT-n keresztül. A videó arra épül, hogy egy ilyen generációs képességhossz méregetés van a két autó között, hogy melyik hogy gyorsul, hogy melyikőjük milyen díjakat zsebelt be, mert mind a kettő előtt taknyán csúszott már a szaksajtó annak idején. Én alig várom a magam részéről, hogy az EV6 GT előtt a saját taknyomon csúszhassak majd. És aztán végül egy kis közös naplementében drifteléssel tulajdonképpen azt fejezzük ki, hogy ez a megközelítés, ez tovább él, csak hajtóanyagot váltottunk. A Kia Stinger Tribute Edition ezredik darabja szerepelt ebben a videóban, és ebből azt is tudjuk, hogy még van egy ilyen ezres búcsú sorozat, amit ha tippel nem kéne, igazából nem a mi piacunk számára készítettek, hanem azok számára, ahol legalább néhány darab elfogyott ebből, a még egyszer mondom, hogy meglepően nagyon jó, és igazából nagyon fontos, de csak egy ilyen kis morzsácska szintjén fogyó kiából. Viszlát! Cukiság! Itt a szerkesztőségben többünknek is van egy amolyan gyenge pontunk. A gyenge pontunk a Suzuki Jimny, ami egy iszonyatosan aranyos kis terepjáró. Ami egyébként egy váratlanul jó, igazi munkaeszköz tud lenni, de nem csak ezért szeretjük, hanem azért, mert közben olyan rohadt aranyos amennyire, és Japánban, az országban, ahol minden elmebajból automatikusan vallás keletkezhet, ha arról van szó, és lesznek emberek, akik aztán nagyon fontosnak tartják azt az elmebajt, és egészen magas színvonról műzik, Time Bajnoki, betét futamot csináltak kifejezetten csak gimnikből. Tehát azokból a picike terepjárokból, a picike magasépítésű, merevhidas terepjárócskákból, amik arra vannak, hogy rossz minőségű erdészeti utakon föl lehessen kaptatni, és tulajdonképpen közlekedési eszközként a képességének leginkább a hegyi kecskéhez közel lennie, és a gepárthoz mondjuk az állatvilágból. Ebből készítettek nem is egy, hanem sok kifejezetten időre versenypályázásra csináltat, és ezt csinálják a cukubai versenypálya körül. Bámulatos! Nagyon örülök, hogy a világnak ilyen szegletei léteznek, mint Japán, és Jimnit látni mindig szuper. Rendes fékeik vannak, természetesen ültetett futóművek, meg komoly felni, komoly fékrendszer. Az egész meg van csinálva, de nem ez a lényeg, nem a műszaki tartalom, hogy az, hogy, hogy ilyen van. Valamivel nyomasztóbb vizekre evezünk, a nem a sátán disznáját látták szabadlábon. Szia! Ezt a vasat münchen 70 km-re fotóztam. Az látható a képen, hogy hibrid, az is, hogy M, de hogy ez valami az X-szériából, talán ti jobban tudjátok. Itt Németországban még nem mutatták be szerintem. Minden esetre a méretei lenyűgözőek. Látható, hogy a falra állt, ennek ellenére a fél járdát széltében elfoglalja. Üdv, ZZ. Az autó, amiről ezeket a nézői kémfotókat kaptam postafiókomba a mindannyiunk által ismert BMW XM, amivel a valaha MGMBH néven futó motorsport művész a következő évtizedeit kívánja meghatározni. Isten nyugosztálya, emléke örökké él. Kedves Karotta! Egy ötletemet szeretném megosztani veled, illetve ha jó az ötlet a TC híradó hallgatóival. Kitaláltam, hogy lehessen kátyút utat megmenteni. Ha például van az utcánkban egy kátyú, ami nagyon zavar, akkor bemehessek a kátyúboltba, és vehessek például 5000 forintért egy vödör kátyújavító szettet. Vízzel higítva kiavíthatnám a kátyút, és nem kéne miatta bosszankodnom. Ha minden utcában összefogna pár autós, és egy-egy kátyút megmentelének, sokat javulhatna az utak minősége és a vérnyomásunk is. Ez természetesen kiváló ötlet. Nyilván azért nem lehet ilyet csinálni egyrészt mert a kátyúzás helyes technológiája az nagyon macerás, és sajnos nem lehet vödrösíteni. Részben ezért sem csinálja meg ugye senki, hiszen sok pénzbe kerül helyes technológiával elvégezni. Helytelen technológiával végzik el ezért inkább helyette, szintén nagyon sok pénzért, aminek aztán az az eredménye, hogy a végtelenségig ismételhetővé válik a folyamat, hiszen a kátyú újra teremti önmagát, már ezért is hiba volna egy bárki által megvásárolható, ténylegesen működő kátyújavító szert piacra dobni. Szia Karotta! Ami a Ford adósságbehajtási módszerét illeti, szerintem egy kicsit kihozaníthatja a fogyasztói társadalmat, legalábbis remélem kifogja. Ez ugye arról szólt, hogy a Fordnak van egy olyan szabadalma, hogy ha nem fizeted a törlesztő részletét az autónak, akkor szépen visszamegy. Mi az a generáció vagyunk, amelyik már egész életében nyelte a különböző hitelek, gyors kölcsönök reklámjait, és eredményesen mosták velük ki az agyunkat. Építkezünk, lakást vagy autót veszünk, sokan akár kisebb fogyasztási cikkeket is, abban a vakhidben, hogy a használatával már birtokoljuk is őket, és közben örülünk is, hogy milyen jó, már már istenatalannyi jogú lehetőség adósságba verni magunkat. Mondja Attila, akinek sok igazsága van ebben, és különösen nagy igazsága van az autók tekintetében. Én is azt javasolnám, hogy aki megteheti, lehetőség szerint ne adósítsa el magát hosszú évekre egy olyan vagyontárgy kedvéért, ami önhibájából is, vagy más hibájából is megsemmisülhet, ellopódhat, érték csökkenhet, ami igazából a használat során is viszi a pénzt szemben, mondjuk azzal, amikor valaki egy termelőeszköz kedvéért adósodik el. Szóval én is ismerem, hogy milyen érzés azonnal akarni autót. Én is sokkal többször akartam olyan autót, amire nem volt pénzem, mint olyat, amilyenre volt. És igen, én is vásároltam finanszírozva autót életem eddigi 45 éve alatt. De neked azt tanácsolom, adj magadnak néhány napot lejönni ezekről a hülyeségekről, és ha még akkor is iszonyatosan viszket, lehetőleg akkor se csináld. Lazítsuk tovább a ádám Ádámtól kaptam Facebookon ezt a fantasztikus videót, ahol valaki azt demonstrálja, hogy az autótároló védő buborék mennyire hasznos. Ezeket eredetileg arra találták ki, és évtizedek óta léteznek, hogy a mikrokörnyezetét lehessen páramentesíteni az autónak. Tehát ez valójában egy rohadás elleni varázseszköznek indult az ilyen buborék, de láthatjuk, hogy csak a rohadástól véde, vagy mindenféle mechanikai sérüléstől is, az igazából csak a befújt levegő nyomásán múlik, és ez egy jó prezentáció. Ez alapján kéne a termék. És végül Instagramon találtam ezt. Igen, ez itt egy úgynevezett akkumulátoros marok fúrógép vagy csavarbehajtó, amit, mint láthatjuk, nem akkumulátor hajt, hanem azokhoz a kedves nézőinkhez szól, akik számára az elektromos jövőkép igazából még mindig olyan nyomasztó és hideg, és azt szeretik, hogyha valaminek rendes hangja meg rendes szaga van. Mert ezt egy férfi igazából az olyat szereti rendesen megmarkolni. Ez egy rendes munkaeszköz, és annak is látszik. És erről eszembe jutott, hogy minden idők elektromos autó reklámja mennyire zseniális volt, amit a Nissan leaf készítettek, és egy olyan világot ábrázolt, ahol tulajdonképpen pontosan ez történik, ahol azok az eszközök, amiket úgy építettünk be a mindennapjainkba, hogy azok elektromosak, azok nem elektromosak, hanem valamilyen belső égésű motor hajtja őket. És látszik, hogy milyen végtelenül abszurd, hogy mennyire természetellenesnek hat, hogy mennyire bizarr, szörnyű, nyomasztó hülyeségnek hat valami, amit egyébként teljesen magától értetődőnek tekintünk az autóink meghajtására, azért, mert ott meg azt szoktuk meg. Szóval azt, hogy valami összességében jó-e vagy rossz, nem az alapján érdemes eldönteni, hogy megszoktuk-e az adott dolgot, vagy új. Ezzel az igen nagy bölcsességgel szeretném megköszönni igen megtisztelő figyelmeteket. Találkozunk egymással a szokásos hüvelykújröptetések, pénzszórások, kommentek és feliratkozások és hasonlók után mm, valahány nap múlva, vagyis pénteken. Addig is, sziasztok!